és folytatjuk az amerikai hozzájegyárakat. Jelözőbe ismertettem a Hawk, az Aurora. De van még sok. Ilyen például Lindberg, az is egy nagy modellgyár. Hát még létezik ma, de túl sokat nem lehet hallani róla. 1933-ban alakult. Egy Paul Lindberg nevű ember alapította. A katalógus van meg, 64-65-ös. De csak ilyen salátákban tudom megmutatni, mert itt van Paul Lindberg. Ez a katalógus hátulja. A címlap. Mind ilyen saláta. Mindenféle autókat gyártott, ilyen sportautót. Motoros, ilyen furcsa. Milyen szerkedjük, nem nagyon értek hozzá. Itt is. Repülőgépek méretarány nincs. Miniatűr modell, az van odaíva. Nézzük mondjuk, hát ilyen volt a modell, akkor furcsa lehet. Zero. Skyhawk, hát ez hogy néz ki? Curtis Goshawk. Ez a Skyhawk rajza. Elég kifurcsa, alig felismerhető. Alatta a Goshawk, az már elég jó. Ez 48-as valószínűleg, de nem írja oda sose, hogy általában azt mondta, hogy 1-4. De a múltkor már mondtam volna. Aztán... Tárnégyes, nem tudom milyen méret arány, szovjet. P-40-es, Mustang, Király Cobra, hát ezek nem tudom, ezek nincs egy se, nem ismerem milyenek lehettek. De nem lehetett valami túl jó, mert láttam egy-kettőt, de nincs meg egy se. Például is túka. Maszeg van benne villanymotor. Mutatja a kis kép. Is van néhány. 88-as. Például más kódon két B17-es itt alul. Tehát egyszer láttam és jól emlékszem rá, méretarány 1-64, hát ez egy vicc, na mindegy, azért sem vettem meg. Szörnyűség volt. Akkor itt van két, ezek már elég jó modellek. A kis Boeing PT-17-es Stearman és a Curtis Jenny. Ezek 48-asok.
Na most a régi doboz nincs meg, mert akkor nem tudtam megszerezni. Újra kiadta Lindbergh, de hát makett fotó volt rajta, tehát azt nem tartom meg, azt mit csináljak vele. Úgyhogy a kép azért megvan. A Curtis Jenny. Amerikában ez a ismert gép volt a 20-as években. Sok filmben is lehet látni. És a kis Boeing szintén ismert. És a ez is Lindbergh, de már nem Lindbergh dobozban. Van egy olyan cég, hogy Glencoe Models, ez valami mexikói. Az vett át a Lindbergh-től egy néhány dolgot. Ez a Grumman Duck. Ez a filmben volt, amit csináltam, nem ezt a George Masicát. A Murphy háborúja. Szintén ilyen nagy a doboza. Alkatrészek vannak most benne. A Spirit of St. Louis. Ez sincs meg. De ez meg volt, már nincs meg. És szintén Glencoe Models, de Lindbergh volt, a német első világháborús Falz D3. Hát aztán ugye hajók $1. És motoros. Azt hiszem mutattam a múltkor egy anyahajót, csak nem tudtam megmondani, hogy az Lindbergh volt vagy Aurora. De úgy néz ki, hogy mégiscsak Lindbergh volt. Ilyen hajó van. És vannak sportautók. És még vasút is. És ez nem ebbe a katalógusban, de külön két kis lap. Lindbergh, 172-es német gépek. Hoke 190D, Henkel 162, Mer 163 és Henkel 100. Henkel 129, Aladó 234, Dornier 335 és Mer 410. Azt láttam, hogy az a szörnyiség volt. Petteres gnóm alakja volt, nincs meg. Dorniert mindjárt mutatok. A Fokke úr, az megvan. Nos, ez a Dornier, ez egy roncs. Úgy szereztem havertól a pincéjébe. Azóta lemaradtam és eltövítettem. Majd restaurálni kell. A kabin megvan.
egy pilóta is. Most már összeszedtem hozzá a hasonló futóművet, már megkerestem. Ugye hát a futómű gondolát meg tudom csinálni majd Tirolabból, hogy valamikor elkészül. És véletlenül barátomtól kaptam egy csomó matricát, és benne volt a matricája. Tehát itt van hozzá a matrica. És az egyetlen originál Lindbergh 72-es a Focke-Wulf hosszúvonalú. De már ez első kiadás, mert már nincs hozzá harangkereszt. Ez 1975-ös kiadás. Ez is több mint 40 éves. Egyszerű. Zöld műanyag. Áll vagy 12 alkatrészből. És összeálltási rajz. De szennyi. És még egy. Ez is Blanco Models. Ez a Martin bombázó. Pontosabban. Nem 1.72-es, 1.74-es, ezt hogy csinálták, nem tudom. Ez is már őstolomnak számít. A amerikai AMT az a második világháború után alakult. Pontosabban azt jelenti, hogy Aluminium Model Toys. Tehát biztos ilyen fémjátékokat gyártott. Az első műanyag modellje az 53-ban egy Ford Indy volt. Az AMT-t persze általában mindenki autókról ismeri. Hát nekem egyetlen egy van csak. Ez a 1950-es Ford Fairlane. De ez ilyen roncsok vannak benne, rendbe kell hozni, úgy kaptam félig összerakva, félig darabokba. Az AMT korai gépei, hát elég gyengék voltak. De főleg 48-osok. Erős, pozitív paneles. Curtis P36-os. Tempest. És a Meteor. Amit a Tamiya is kiadott később. Tamiya elcsesztem, mert itt a ilyen féklapokat adott hozzá, akkor ott ez a korai még az nem volt. Később kijavította, de megvettem azt is később. AMT-t sokat nem láttam, régiek, mert egyszerű kis rajz a ez a Tempesti. A doboza azért nincs meg, olyan silány doboza volt. Még festési útmatok sem volt hozzá. Dobozon kellett rajzolni, hogy milyen kép volt. Milyen színekre festeni.
És hát nincs AMT katalógusom. Azt tudom, hogy gyártott a F4-ű Corsair-t, az biztos. Meg Mi-15-ös is gyártott. Meg Zero-t is. Nagyjából. Nem nagyon tudom. Később csak a 90-es években kapcsolt rá a újabb repülőgépekre, 148-ba. Ezek voltak a Curtis sorozatok, a P-40-esek. P-40F. Ez egy hosszú törzsű F változat, mert az F-ből volt rövid törzs is. Ez a kockás parkú matricát, ezt nem adta hozzá, ezt egy Hero Master matricából tettem rá. P40K. P40N, ausztrál matricával, de ezt is én tettem rá, mert dobozban nem adott ausztrál matricát. P40 E, de valójában E-t nem adott ki. F-ről alakítottam át. És egy P40M. Ez itt a P40K doboza. Aztán a Douglas A20-as változatokat adta ki. B, C, G és J, valamint a éjszakai változatok. A20G volt az első, az ártorú. Ebből orosz csinálta. Csak hogy az oroszok nem elégedtek meg azzal, amit az amerikaiak adtak hozzá. Ide hátul a navigátor ülést csináltak, és még ablakot is vágtak pluszba. És torpedót is tettek rá, mert az orosz torpedó nem fért el az amerikai törzsébe. Ide az oldalra tették. Erről fotó is van, arról csináltam. Egyébként az oroszok minden Bostont megkaptak. Jette Havokot. Valamennyi változott, kivéve az éjszakai vadászt. A20B, illetve C. A C az a különbség, hogy a orrész itt rácsos, lépcsős. Az a másik dobozban van. A20J, inváziós festéssel.
vissza a doboza. Van benne hozzá amerikai matica is, persze, az amerikai vázat meg lehet csinálni. És a vadászváltott az éjszakai, a B-70-es. Ezt most italai dobozban láttam. És a Tigerket. Érdekes amerikai tengerészeti gép. Ebből is három váltot adott, de csak ezt az egyet vettem meg. IMDb-ből nekem ennyi van. Ez az egyik P-40-es összeálltási rajza. Ez a P-40-N-i. Az AMT kiadta a Martin Marauder-t is 48-ba, de azt azért nem vette meg, mert az nekem monogramban van meg. Egy mást AMT nem adott ki, úgy tudom, repülőkben nem. Nem tudok róla. Hát nagyjából ennyit tudtam most összeszedni, majd folytatjuk persze. Még van a legnagyobb modellgyár, ugye a monogram, de lehet, hogy nem akkora, mint a Lindbergh, azt már nem tudom. De legismertebben mindenki arra is emlékszik a monogramra. Az egy sok részletből fog állni, mert a rengeteg gép van azt bemutatni, modell. És lesz még majd a mondjuk a, az akkurát miniatűrsz, ami nem olyan öreg, csak kb. 20 éves. Annak is van egy néhány modellje. Majd ezzel folytatjuk. Sziasztok!